A Bábolnai Sportegyesület éves rendes közgyűlését tartotta május 30-án a Szabadidő Központban, ahol a vezetőkön és a tagságon túl megjelent dr. Horváth Klára polgármester is. A napirenden elsőként a szakosztályvezetők beszámolói szerepeltek, majd a közgyűlés ügyvezetőt választott, végül az U14-es labdarúgókat ünnepelték, akik az idei bajnoki szezon bronzérmesei lettek. Ilyenkor mindig május-június táján zárjátok a 2022-es évet a Bábolnai Sportegyesületnél, és hát nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. Akármelyik szakosztályról is beszélünk, hiszen 5 szakosztály működik. Melyek is ezek, és hogyan látod ezek működését? Hát továbbra is a Sportegyesület 5 szakosztályon működik, hogy a labdarúgás, kézilabda, a teke, a kosárlabda és a lovas szakosztály. Itt elhangzott a közgyűlésen, hogy nagy öröm számunkra, hogy a kézilabda szakosztály működését újra tudtuk éleszteni a tavalyi év októberében. Ácsról érkezett egy edző, aki foglalkozik a gyerekekkel. Először egy ilyen kis demo edzéseket tartottunk, de szerencsére 12 lány, 7 fiú az csatlakozott a kézilabda foglalkozásokhoz. Tehát ez egy nagy öröm számunkra, ez egy jó alapa arra, hogy egy utánpótlás csapatot tudjunk majd indítani a jövőben. Itt elhangzott az is, hogy ugye az a faramuci helyzet áll fent, hogy itt naptári évet kell lezárni, viszont a sportban nem naptári évek vannak, és itt ez a kézilabdánál is azért érdekes, mert vannak olyan friss hírek, miszerint már ennek vannak eredményei ezeknek a felkészítő edzéseknek. Igen, itt mindig van egy kis átfedés. Ugye a gazdasági év az mindig január 1-től december 31-ig tart, tehát ezen a közgyűlésen mindig az előző gazdasági évet értékeljük, tehát az éves beszámolóval, illetve a következő évi költségvetéssel. Én mindig kérem a szakosztályvezetőket, hogy számoljanak be a különböző korosztályok, illetve csapatok tevékenységéről. Ők is mindig nagyon nehéz helyzetben vannak, mert általában már a közgyűlés idejére javarészt a bajnokságok befejeződnek. Tehát itt mindig van egy kis áthallás, átcsúszás a futó szezon, vagy az éppen lezárandó szezon tevékenységeire is. Itt a kézilabdán is elmondhatjuk, hogy tavaly októberben kezdtük a foglalkozásokat, és igen, már hallhattuk a beszámolóból, hogy vannak játékosok, akik különböző egyesületekhez igazoltak, mint igazolt korosztályos játékosok, és hát van egy jó kis mag a lányoknál, akik nagyon jól együtt tudnak dolgozni. Viszont a kosárlabda szakosztály most egyelőre szünetelteti a tevékenységét. Igen, a kosárlabda szakosztály sajnos a Covid időszak, ez a 2021-es, 2021-22-es időszak megtépázta a játékos állományt, de ott is próbáljuk a szakosztályvezetővel ezt egy kicsit újraindítani. Meglátjuk, hogy a jövőben ezt hogy fog tudni működni. Jelenleg most ez az egy szakosztály, aki szünetel az egyesületnek. Lovas szakosztály viszont aktív, és úgy látom, hogy jelentősen igénybe veszi az itteni lovas iskola növendékeinek a tevékenységét. Igen, a lovas szakosztályban többnyire a lovas iskolában tanuló gyerekek igazolnak le, és hogy ők járnak versenyre, és hogy a szakosztályvezető elmondta, ebben az évben már sikerült egy fogatos versenyzőt is igazolni, tehát most már van egy fogatos egyesületi tagunk is. A teke szakosztály, mint mindig, szenzációsan működik, szerepel, néha nehézségekkel küzdenek, de úgy tűnik, hogy ebből mindig olyan módon tudnak kijönni, hogy azok sikereket hoznak számukra. Most is így van. Igen, a teke szakosztályra láthatjuk azt, hogy mindig újraépülő tevékenységet folytat, tehát vannak hullámzó időszakok, amikor egy kicsit a hullám
alján vannak a völgybe, de amint látom, legalábbis az én 5 éves működésem során, azért mindig ki tudnak jönni ebből a mélypontból, és most is nagyon jó eredményeket érnek el. Sőt, olyannyira, hogy még egy mérkőzés van hátra a bajnokságban, és annak eredményétől függően akár játszhatnak a Szuperligába jutásért. Igen, jelenleg most második helyen áll a csapat, ugye egy mérkőzés van még hátra. Az már biztos, hogy dobogón fognak végezni. Kérdés az, hogy a második vagy a harmadik hely lesz ebben az évben. És ugye az is, hogy esetleg osztályozós helyen végeznek, ahol a Szuperligába játszhatnak osztályozót. Hát a labdarúgókat hagytam legutoljára, hiszen ez a legnépesebb szakosztály. Ha jól emlékszem, akkor 150 fővel működik, és ennek is a legnagyobb keretét az utánpótlás adja. Igen, a labdarúgó szakosztályunk továbbra is minden utánpótlás osztályban működik, kivéve az U19-es korosztályt, de szintén jó hír, hogy ebben az évben, tehát a 23-24-es bajnoki szezonban el fogjuk indítani a saját U19-es csapatunkat. Erre már folynak a szerveződések, és a Tárkányi csapattal együtt kooperációban el tudjuk indítani az U19-es csapatunkat. Sajnos ez már 2 éve, illetve most már 3 éve úgy van, hogy ez a korosztályt nem tudtuk feltölteni, de most az U16-os csapatból kiöregedő játékosok, illetve a felnőtt csapatból a fiatalabb játékosok és a Tárkányi csapatból szintén a fiatalabb játékosok össze tudják rakni ezt az U19-es utánpótlás csapatot. Ugye a legfiatalabbak még tanulgatják a focit, ők nem is szerepelnek bajnokságban, hanem bozsik tornákon vesznek részt, legalábbis az U7, U9 és U11-es korosztályok, viszont az U13-asokat már kivették ebből a rendszerből, és ott szinte bajnoki vagy tornarendszerben játszanak, ha jól tudom. Igen, tehát az U7-től az U11-es korosztályig ők a bozsik tornákon vesznek részt, nagyon jó eredménnyel, tehát itt a körzeti bozsik tornákon szinte minden korosztályban nyerjük a saját korosztályainkat. Igen, az U13-at már kivették ebből a bozsik rendszerből, és ők egy ilyen, hát ilyen, azt mondom, hogy ilyen szerveződő bajnoki rendszerben játszanak. Én jelenleg még ez nem annyira szerencsés, mert nem egy teljesen szervezett a rendszer, nem úgy, mint az U14 vagy az U16-os korosztályban, de bízunk benne, hogy itt is ki fog alakulni egy jó kis bajnokság ebbe a korosztályba. Hát az U14-esek újabb sikertörténet, ugyan nem bajnoki címet nyertek, de talán ezzel felérő eredmény. Igen, a tavalyi évben, ugye 2022 szezon végén bajnok csapatot ünnepelhettünk az U14-es korosztályba, most pedig ebben az évben harmadik helyen végeztek ezek a játékosok. Hát ugye ott is azért történt egy korosztályváltás az U14-es csapatnál, de ahogy az edzőjük Csongádi Péter elmondta, ők is egy nagyon jól összeszedett kis társaság lett, és nagyon szép eredményeket érnek el. 16-osok pedig csupán egy ponttal maradtak le a dobogóról. Igen, még néhány hete még szorítottunk mind a két csapatért, és én bíztam benne, hogy két csapatnak tudunk érmet osztani a mai közgyűlésen, de sajnos ez nem így történt. Az U16-os csapat is nagyon lelkes csapat, és tényleg csak éppen, hogy egy kicsivel maradtunk le a dobogóról. Na igen, itt megkapták a U14-es korosztály játékosai az érmeket egyfajta ünnepélyes keretek között. Igen, itt a közgyűlés végén szerveztünk egy kis ünnepséget, ahol ünnepélyesen átadhattuk az U14-es csapatnak a bronzérmet, illetve a harmadik helyezésért járó kupát. Ez a felnőtt csapat, a felnőtt labdarúgó csapat is, hát régen látott helyen végzett, tehát rég láttunk ilyen szép eredményeket a felnőttektől. Igen. Én mindig azt mondtam a felnőtt csapatnak, hogy ha Bábolna az első ötbe végez, akkor én elégedett vagyok, látva a Komárom megyei bajnokságot. Ebben az évben ez bekövetkezett. Egy nagyon jó szezont zárta a felnőtt csapat, én úgy gondolom, hogyha sikerül együtt tartani ezt a csapatot a jövőben, akkor szerintem az ötödik hely fölött is tudunk elérni eredményeket. Egy sportegyesület életében nyilván a legfontosabb az, hogy sportoljanak, minél többen sportoljanak, jó eredményeket érjenek el, de nem utolsó szempont az anyagi háttér. Erről is beszámoltál itt a közgyűlésen.
Igen, az anyagi háttér az mindig nagyon fontos nyilván a sportegyesület működésében is. Ebben az évben is egy elég feszes és magas összegű költségvetést tudtunk összerakni. Itt ez köszönhető a megnövekedett energiáraknak, a megnövekedett üzemanyagáraknak. Szerencsére a költségvetés tervezését követően ugye mindig készül egy bevételi terv, hogy mindezt hogyan tudjuk finanszírozni. A legnagyobb támogatónk az önkormányzat továbbra is, hogy az önkormányzati támogatások azok már februárban a kérelmek befogadásra kerültek, tehát az önkormányzat támogatja a tevékenységünket, és nagy szerencse, hogy bábolnai cégek és valamilyen formában Bábolnához kötődő cégek is támogatják a tevékenységünket, és nagy szeretettel támogatják a sportegyesületet. És ez előrevetíthető a következő évre is? Én bízom benne, tehát a korábbi évek gyakorlatából tapasztalva én szerintem a jövő évre is meg lesz ez a támogatás, illetve azt is el tudom most már mondani, hogy a 2023-24-es szezonra vonatkozó TAO támogatásunkban is megkaptuk a határozatot, és ezt a TAO támogatási összeget már egy bábolnai cég által fel is töltöttük. Tehát gyakorlatilag a 23-24-es szezonra a TAO forrásunk az rendelkezésre. Biztosítottak a személyi feltételek is, gondolok itt edzőkre, pályagondnokra, minden olyan személyzetre, akik akár a gyerekek, akár a felnőtt labdarúgás mellett, mögött ott vannak. A szakmai stáb az biztosított, egyedül az U16-os csapatnál még nem kristályosodott ki az edző személye, de erre is megvannak már a jelöltek, illetve megvannak a különböző opciók, hogy mi mellett döntünk. Itt még kérünk néhány hetet, tehát amikor a felkészülés megkezdődik a nyár közepén, vagy a nyár végén, addigra ki fog alakulni az U16-os csapatnak is az edzője. Ugye ez abból adódik, hogy most az U19-es csapatunk újraindul, és ugye ebből az edzői stábból kellett az U19-es csapat élére edzőt állítanunk, és ezért az U16-os korosztályt valakinek, valamelyik edzőnek át kell majd venni a jövőben. Ha már személyi kérdésekről van szó, akkor itt is volt szó a közgyűlésen, hiszen lejárt az ügyvezetői mandátumod, most már nem elnök van a sportegyesületekére, hanem ügyvezető, és hát tulajdonképpen egyhangulag a következő 5 évre újra választottak. Hát ez az 5 év, ugye 2018-ban ültem itt a közgyűlésen, amikor megválasztottak a sportegyesület ügyvezetőjévé. Én azt mondom, hogy ez az 5 év, ez rettentő gyorsasággal eltelt, és hogy 5 év után újra itt ültünk. Így van, a mandátumom az ez év júliusában lejárt, ezért célszerűnek tartottuk, hogy ezen a közgyűlésen egy újraválasztást csináljunk. És itt a szerencsére a közgyűlés egyhangulag elfogadta a jelölésemet, és akkor újabb 5 évre megválasztottak az egyesület ügyvezetőjévé. Ezt szívesen csinálod, tudod csinálni, hiszen azért egy nagy cégnek vagy az ügyvezető igazgatója, és emellett végzed ezt a sportegyesületi tevékenységet. Ez azért komoly hát munkával jár. Azt mondom most már, hogy igen, tudom csinálni. 5 évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy majd meglátom, hogy tudom-e csinálni, de azt mondtam, tehát 5 év után, illetve 5 év tapasztalattal azt mondhatom, hogy ez nekem még belefér a szabadidőmbe, illetve az egyéb eltöltött időmbe. Tehát most már kialakultak azok a folyamatok, azok a különböző egyesületi szakosztályvezetői tagokkal azok a kapcsolatok, illetve azok a munkamegosztási folyamatok, ami megkönnyíti a munkámat. És én úgy gondolom, hogy ilyen stáb, ami itt a sportegyesületnél mögöttem van, velük öröm dolgozni, és tényleg nagyon jó munkamegosztásban tudunk együttműködni.